Előkészületek. A háromnegyedes elemeket érdemes előre előkészíteni a korábban látott technika alkalmazásával. A leeső negyed helyét kimérjük, és két oldalt bekarcoljuk, majd egy éllel a vágás vonalában alátámasztva a téglát, leütjük a felesleges részt. Fal vég, első verzió. Ezen kis filmünkben a másfél tégla vastag fal falkötési szabályait összegezzük. Az előző filmben megismert falvég kialakítást a következő sorban egy másik megoldás váltja. 2-2 darab háromnegyedes elemet fordítunk egymással szembe, így gondoskodunk róla, hogy a negyed tégla eltolás megvalósuljon két sor között, és sehol se essenek a függőleges fugák egymás fölé. Fontos, hogy vízmértékkel ellenőrizzük a sor és a sarok vízszintjét. A fal általános részén megfigyelhetjük, ahogy a fal két oldalán az egymás feletti sorokban váltakozik a kötő és futó helyzetű téglasorok helye, szintén a falkötés szabályainak megfelelően. Most még próbáld a másikat is mellé. A második sor utolsó elemének sárhabarcsba egyengetése után ismételten fontos a vízszintesség és a síktartás ellenőrzése is, és az ezzel járó igazítások elvégzése. Végezetül megfigyelhetjük a futó és kötő helyzetű elemek saroknál történő átfordulását. Falsarok. A falsarkot három darab egymás mellé helyezett háromnegyedes elemmel alakítjuk ki, soronként felváltva, fordítva őket a két csatlakozó falhossz irányába. Az egyengetés során kinyomódott felesleges sarat ezúttal is kanállal lehúzzuk, így befejezve a falsarok kialakítását. Falvég, második verzió. A korábban bemutatott falvég megoldás fölötti sorban újra az egynegyedes eltolásra törekszünk, ezért a négy darab kötőhelyzetű háromnegyedes elem fölé a falsarok megoldásához hasonlóan három darab egymás mellé helyezett, futóhelyzetű, háromnegyedes elem kerül, lezárva a falvéget. A hígabb állagú sárhabarcs elegyengetése után a földtéglákat továbbra is szárazon fektetjük. A habarcs terítése után lehetőleg minél gyorsabban el kell helyezni az új elemet, hogy legyen időnk megfelelően eligazítani, és a vízszintesség, függőlegesség és síktartás ellenőrzése mellett szükség szerint javítani is.
Ismered Radev Gergőt, Gábor? Általános falszakasz. A rövid falon az általános falszakasz falazásának befejezését láthatjuk. A sarokelemekkel egyirányú, kötőhelyzetű téglákat egy futóhelyzetű elem egészíti ki, együttesen adva ki a másfeles falvastagságot. Az elkészült földtéglafal. A falpillért 90 cm magasságig falasztuk, és ahogy végeztünk, készen is áll a vakolásra. Az elkészült vályog téglafal. A vályogtégla falazásának szabályai megegyeznek az eddig bemutatottakkal, a különbséget mindössze a méretpontosságban és a felület egyenletességében kereshetjük.